Nem könnyű leckét hoztam nektek. A mondat mondatszerkezetek az angolban sosem egyszerűek. Sosem könnyű megérteni, hogy hogyan is, fel, hogyan is építi fel az angol a, egyáltalán a mondatát. Miért nem könnyű? Azért nem könnyű, mert rengeteg mindent tudni kell. Ehhez rengeteg apró, kicsi, szabály, kis téglát kell összerakni ahhoz, hogy egy mondatot fel tudjunk építeni. Ismerni kell vonzatokat, ismerni kell igeidőket, ismerni kell az igeidőknek a, a segédigéjét, ismerni kell azt, hogy egy ige mit vonz, tud vagy inget esetleg, Ismerni kell az, hogy ez egy kifejezés, esetleg van-e valamilyen speciális sorrend az adott kifejezésnél, vagy az adott szó sorrendnél. Tehát annyi minden figyelembe kell venni, hogy hogy ez okozza a nehézséget. Na most ezt nem azért mondom, hogy már most azonnal kapcsoljátok is ki a videót, és akkor fű, hát akkor ettől én még messze vagyok. Nem, nem vagytok messze. Sajnos nem lehet elég korán elkezdeni, még akkor sem, hogyha, hogyha nem vagytok esetleg még azon a szinten. Már most érdemes tudni azt, hogy egyáltalán hogy épül fel egy mondat. Még, lehet, hogy még nem fogjátok tudni az apróbb szabályokat, de azért vagyok itt, hogy elmondjam, jegyzeteljetek, és lehet, hogy később jól fog jönni. Meg lehet tanulni, meg lehet érteni, mindenki másnak is sikerül, úgyhogy nem szabad feladni, csak legyen egy picit türelmetek, legyen egy pici időtök, hogy leültök, Átgondoljátok, és amikor nem megy, akkor kérdezzetek a tanárotoktól, kérdezzetek tőlem, kérdezzetek csoportokban, mindig uh, próbáljatok rájönni, hogy miért úgy van. Mindig van magyarázat. Ha más nem, ahogy mindig mondom, akkor az a magyarázat, hogy nincs rá magyarázat, mert az úgy van, de akkor is van rá magyarázat. Két mondatot hoztam nektek a mai órára. Uh, az egyik ez a What I'm trying to refer to is that you should quit smoking. Nézzük, hogy hogyan épül fel ez a csodálatos mondat. Egyáltalán mit jelent? Kezdjük ott. Amire utalni próbálok, az az, hogy neked abba kellene, hogy hagyd a dohányzást, vagy abba kellene, hogy abba kellene hagynod a dohányzást. Na, hogy jön össze ez a mondat? Miért van tele ennyi mindennel? Először induljunk ki abból, hogy what. Hogy indult a magyar fordítást? Amire utalni próbálok. Amire. Nem azt mondom, hogy ami, azt mondom, hogy amire. Az angolban a rare, hozhez, valami felé, ez mindig a tú. Hol van a tú a mondatukban? Hála az égnek, ott van. Ládásul két tú is van a mondatban. Van egy trying to, meg egy refer to. Hát akkor most melyik túl? Már most megsugom nektek előre, hogy a második túl lesz az, ami ide tartozik. Mindjárt elmondom, hogy az első az micsoda. E, tehát what to, ez jelenti azt, hogy amire utalok. Mi a csodána került az a tú oda a mondat közepére. Hogy ezt megértsétek, induljatok ki abból a mondatból, amit már biztos, hogy tudtok, mégpedig abból, hogy where are you from? Where are you from? Pontosan ugyanez a logika. Honnan, nem hol vagy, nem azt kérdezem, hogy where are you, hol vagy, hanem honnan vagy, vagyis honnan jöttél magyarul. Ugye mondatot nem kezdhetünk egy, egy prepozícióval. Tehát úgy, hogy from where, így nem kezdünk mondatot. Ennyire egyszerű a magyarázata. Viszont akkor miért nem tesszük rögtön a kérdőszó után? Nem? Vagy akkor miért nem tesszük úgy, hogy where from, hogyha már összetartozik? Hát azért nem tehetjük, mert a kérdőszórend az angolban nem így működik. A kérdőszórend az úgy működik az angolban, hogy először is, ha van, akkor kérdőszó van a mondatban. A második általában a segédige, vagy a létige, hát attól függ ugye, hogy milyen mi mily a mondatot konkrétan, de ugye itt például ugye lehet egy csomó minden. Lehet az, hogy dáz, meg lehet az, hogy do, meg lehet have, mint segédige, nem mint birtokolni, lehet az, hogy did, és így tovább. Hát le nem írom, ugye rengeteg van. Egy csomó mindennel lehet kérdezni. Azután mi a következő? Jön a személy. Kicsoda? kicsoda csinálja, kicsoda van, kicsoda lesz, kicsoda akármi, tehát mindenképpen a személy kell. És a negyedik, ami most nincs itt, ugyan én most ide ékelem úgymond a lyukba, ha lenne, akkor ugye az igénk. Tehát ugye kapásból összejön te, mit csinálsz. Tehát egy, egyből utána, utána jön. Te eszel, te iszol, te nem tudom én micsoda. Tehát egyből az igen jön. Nem, nem tehetünk be mást oda, mert, mert magyarul sem tesszük. Tehát magyarul sem tesszük oda, hogy hát illetve várjunk egy pillanatot. Például te honnan jöttél? Hát de, magyarul tesszük. Te honnan jöttél? Ugye az angolban na, ilyen nincs. Tehát ilyen nem működik az angolban. Te jöttél és a honnan, az, hogy hova teszed a magyarban, ugye honnan jöttél, vagy te honnan jöttél, vagy hát mondjuk egyedül a te jöttél honnan talán az nem magyaros, ugye, de látjátok, hogy a, hát a magyar, igen, a magyar megengedi ezt az ugrabugrálást, viszont az angol nem. Aki az angol van, ezt nem, nem tudjátok megtenni. Tehát az, hogy ez a kis huncut, kis szegény from, hogy ide a végére került, annak az a magyarázata, hogy egyszerűen Szabályszerűleg nem jöhetett hamarabb. Lehetetlen betenni, mert nem jöhet hamarabb. Egyedül csak az maradt, hogy akkor majd, ha befejeztem a kis rendszeremet, hogy meglegyen minden, kérdőszó, segéd, segédige, személy, igen, most itt nem volt, mindjárt mutatok olyat is, amikor van, és végre valahára akkor már még azt is tegyük oda, hogy honnan from. És megszületett a mondat. Ugyanez igaz a példamondatban is. What I am trying to refer to. Amire utalok. Amire próbálok utalni. Tehát az az amire. Egyszerűen a tú nem jöhet hamarabb. A nézzetek egy másik példát. Ezt innen kiradírozzuk. És legyen egy másik szó, mondjuk a hús. Who do you Who do you cook? Mit jelent ez a mondat? Who do you cook? Mit akarok egyáltalán mondani ezzel? Hát megsugom, hogy én azt akarom mondani, hogy kivel főzöl. Viszont mi sikerült leírnom? Ki te főzöl? Vagyis kit főzöl? Hát nagyon nem mindegy, hogy kit főzöl, vagy kivel főzöl. Ugye? De megint csak, mi a probléma? Viddel, a vid ugye az jelenti a, 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 valvel, ide írom azért zárójelve, ugye így állna össze a mondat, hogy vid who? ez lenne a logikus. Viszont nem kezdünk mondatot prepozícióval, hanem mindig kérdőszóval, ha van. Ha nincs, akkor a segédigére ugrik a jog, és akkor a segédigén lesz az első hely. Tehát ki, te főzöl, és akkor itt kiradílozzuk a kérdőjelet, és akkor ide fog jönni a végére az, hogy vid. Viszont ezt tudnunk kell, hogy ez a vid, ez összekapcsolódik a húval, és ezt a keretes szerkezetet alkotja. Tehát ezt mindig észre kell vennetek, amikor olyan kérdőszót használtok, aminek magyarul ragja van, kivel, honnan, kire, mire, miből, amikor van egy rag utána, az nem jöhet a mondat elejére, az majd a szerkezetünk végére fog jönni. Tehát ez akármilyen furcsának is tűnik az eredeti mondatban, hogy a tú itt van, ez egyáltalán nem véletlenszerűen van ide téve, ez nem csak úgy véletlenül oda bedubtuk valahova, és bárhova jöhetett volna. Abszolút, abszolút nem. És akkor már is menjünk tovább a következő pontra, ezt kiradírozom innen, hogy ne zavarjon, remélem reírtátok, de ha nem, akkor vissza tudtok menni a videóba. Tehát akkor most már tudjuk, hogy a vat és a tú az összetartozik. Akkor mi a csodának került mégis pontosan ide? Hát azért, mert itt ér véget a szerkezet, itt ér véget a tagmondat, amire utalni próbálok. Az van. Tehát most jön az, hogy van. Tehát itt látjátok, hogy az íz meg is jelenik. Tehát itt ér véget a mondatunk. Ez pontosan ugyanaz, mintha ezt az egészet összefoglalnám úgy, hogy itt. It is. Ugye? És akkor így már érthető. Viszont itt most az itt helyett nem csak annyit mondtam, hogy it is, hanem kifejtettem hosszan, hogy amire utalni próbálok, az van. Oké, most még a második részével ne foglalkozzatok, elég, hogyha idáig sikerül összerakni a mondatot. Oké, tehát itt is, vagy amire utalni próbálok. Aztán még álljunk meg egy picit ennél a résznél, hogy még mi van itt a mondatban. Tehát akkor most már tudjuk, hogy miért van ott volt, azt is tudjuk, miért van tú, és miért van pontosan itt a tú. Viszont közben van nekünk egy I am trying. Folyamatos jelenidő, ugye ezzel nincsen gond, éppen most most beszélgetünk, éppen most mondom neked azt, hogy hát tudod, a cigizés az rossz, hát tudod, azért a, nem jó a tüdőnek, ugye? és akkor ezért mondom, hogy amire utalni próbálok, most próbálok utalni rá, tehát folyamatos jelenben vagyunk, mert ugye az van éppen most ebben a szent minutumban. Tehát akkor nincs más opcióm, csak a folyamatos jelenidő. I am trying. Aztán van a trying után, tehát akkor remélem, hogy tudjátok követni idáig. Tehát az I am trying azért van inges alakban, emmel az elejénél, mert ez a folyamatos jelenidő. Oké, okay. utána viszont, viszont megint egy tu van. Na megint, mi a csodának van tú az inges alak után? Inges is meg, tu is, meg, 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 meg mi még. Ehhez viszont tudnotok kell azt a szabályt, hogy a try, ige, kétféle vonzattal állhat. Állhat egy tuval, tehát vagy tuval kapcsoljuk az igét. Nagyon fontos, hogy itt most arról beszélek, amikor még egy ige jön a try után. Oké, tehát próbálok utalni az utalni valamire az egy ige. Mit csinálok? Utalok rá. Tehát az egy ige. Tehát kapcsolhatjuk túval, vagy kapcsolhatjuk inges alakkal. Vigyázat, nem a tryingról beszélek. Oké, okay, a tryingot azt már elfelejtettük. A trying az a folyamatos jelenidő. azért van inges alakba. Én nem arról beszélek, hogy a try kap inges alakot, hanem hogy mi a vonzata. Tehát arról, hogy lehetne az, hogy to refer, vagy pedig lehetne az, hogy referring. Tehát látjátok, hogy a, az, a, a try az az igeidőhöz tartozik, hogy jelen időben vagyunk. Viszont utána ez egy teljesen más szabály, hogy bizonyos igék után tud vagy inges alakot használunk. Na most megsugom, akik már többször nézték a videóimat, ők már biztos, hogy tudják, hogy Mit jelent a try to és mit jelent a try plus ing inges alakkal? Én úgy szoktam egyszerűen magyarázni, hogy a try to az azt jelenti, akkor kapcsoljuk túval az igét, amikor azt mondjuk, hogy beleadok apait, anyait. Tehát erőfeszítést teszek valamire. Oké, okay? tehát nézzünk egy másik példát. I am trying, éppen most próbálom, I am trying to open the door to open the door. Próbálom kinyitni az ajtót, de nem tudom. Tehát beleadok apait, anyait, azért mondom azt, hogy to open. Viszont amikor inges alakkal kapcsoljuk a try után az igét, akkor például I am trying relaxing, nem to relax, hanem relaxing. Miért döntöttem most, meg, most az inges alak mellett? Azért, mert a try után inges alak következik, amikor egyfajta opcióként, lehetőségként próbálunk ki valamit. Tehát el, képzeljétek el, hogy nagyon ideges vagyok, és, és úgy döntöttem, hogy mint opciót megpróbálom mondjuk a meditációt, vagy a relaxálást, vagy mondjuk az olvasást, vagy bármit, tehát mint egy opciót valamire. Tehát nem megpróbáltam relaxálni, de nem tudtam, beleadtam apait, anyait, de te olyan hangos vagy, hogy nem tudok. Nem erről van szó, hanem mint opciót ő arra, hogy ne kelljen gyógyszert szedni, mondjuk megpróbálok relaxálni. Oké? Okay? Tehát nem megpróbálok, hanem próbálok relaxálni. Remélem, hogy így érthető a kettő között a különbség. Na, ehhez viszont, hogy ehhez tudtuk, hogy I am trying to, ehhez tudni kell ezt a szabályt, hogy miért to refer, és miért nem referringet írtunk. Pontosan ezért, mert ugye amire próbálok utalni, ami, amire próbálok beleadni apait, anyait, hogy megértsd, tehát próbálom a tudtodra hozni. Nem mint opciót, hogy hát most azt próbálom, hogy próbálom veled megértetni. Nem, nem, ez nem opció, hanem próbál, próbálom azt, hogy megértsd. Tehát, tehát érzitek a, a magyarázatomból is, hogy, hogy effortot teszek bele. Tehát erőfeszítést teszek bele. Ugye az effort azt jelenti, hogy e, erőfeszítést teszek bele. Tehát ezért van a trying után túls vonzat. A kétet akkor most már látjuk az elejét, hogy hogy áll össze. Tudjuk, hogy a what tú miért van így, azt is tudjuk, hogy az I am trying az éppen most, és a to refer pedig azért van, mert a try-nak a vonzata a tú, amikor beleadok a Na, menjünk tovább. Ezt is ö, most kiradírozom innen, remélem, hogy ti írjátok ezeket. Ezeket érdemes lehet így feljegyezni, mert később tényleg ö, jól jöhetnek. Aztán menjünk tovább. Következőnek ugye meghúztuk a vonalat, itt van az, hogy íz. Ugye ez egy nagyon lényeges pontja a mondatnak, hiszen innen kezdődik az állításom. A tubi az egy állítás. Az azt jelenti, hogy van. Vagy vagyok, vagy te vagy, vagy, vagy mi vagyunk. Ugye tehát onnan kezdődik az állításod. Idáig, hogy amire próbálni utalok, ez, ez úgy mond egy egy egybe tartozó dolog, mint hogy oda is írtam fölé, hogy itt. Ez úgy mond, gondoljatok úgy rá, mint egy gondolatmenetre. Ebbe nincs, ebben nincs, ebbe még nincsen állítás. Még itt, még itt, nem állítottam, hogy amire, amit, amit, amire utalok. Az állítás az most jön, hogy az van. Tehát az van. Amire, utal, amire próbálni, próbálok utalni, az az van, hogy, ugye hát a det az bekerült ide, tehát itt ez megint úgymond így leválasztjuk róla, mert ez megint önmagában áll, tehát értelemszerűen az az, az az, hogy, az van, hogy, és akkor jön egy második tagmondatunk, hogy you should quit smoking. Hát nyilván you, mert hogy neked, a should az nem azt jelenti, hogy kell, ne fordítsátok kellnek, ha bár néha lehetséges úgy fordítani, de a should az azt jelenti, hogy kellene. Oké, okay? a, a suddal tanácsot adunk. Tehát ide írom, hogy tanácsra használjuk. Oké, okay? és azt jelenti, hogy kellene. Tehát kellene, mit kellene csinálnod? Quit, kilépni, abba hagyni, véget vetni neki. A quitnek sokféle ilyen jelentése van, úgy általában talán játékoknál láthattátok, amikor kiléptek a játékból. Hát ez is arra utal, kilépni belőle, abba hagyni. Tehát quit, és figyeljétek magyarul, hogy mondom, kilépni valamiből, valami, nem valamit csinálni, lépni ki, hanem valamiből, tehát valami az egy főnév. Na most igéből, ugye cigizni, abba kéne hagynod a cigizést, a cigizni, az az ugye, ez idáig a smoke, az egy ige, tehát az odáig rendben is van, viszont ugye most mondtam, ugye, hogy magyarul is adja magát, hogy a quit után nem igét használunk, hanem főnevet, hiszen valamiből lépsz ki. Tehát akkor ebből mi lesz a szabály? Az lesz, hogy a smokeból úgy fogunk főnevet csinálni, hogy inges alakot teszünk hozzá. Miért? Azért, mert így képzünk igéből főnevet. Tehát a smoke azt jelenti, hogy cigizni, a smoking viszont azt jelenti, hogy cigizés. A go azt jelenti, hogy menni. A going, ha így magában áll, hogy going to the cinema, az azt jelenti, hogy a menés a moziba. Ha nincs előtte semmi, oké? Okay? Ha nincs előtte m is r mert ha tudjuk, ha ott van előtte, akkor az folyamatos jelenidő. Mint ahogy a, itt is láttátok, hogy I am trying, az folyamatos jelenidő. De amikor nincs előtte semmi, akkor az valószínűleg az egy főnév. De lehet sok minden más is. Ugye erről már csináltam külön egy videót, hogy, hogy mikor túls és mikor inges alakosak a szavak, és miket tudnak jelenteni. Tehát azt be ide a komment szekcióba, vagy a videó leírásába beteszem, hogyha valaki nem látta, akkor azt nézzétek meg, mert most arról felesleges lenne különbeszélni, hogy mennyi opciója lehet még. Az egyik opciója az inges alaknak az az, hogy főnevet csinálunk belőle. Oké, tehát quit smoking. És ö, hiába magyarul úgy mondjuk, hogy, ki, hogy abba hagyni, hát végül is mondjuk úgy is gondolhatunk rá, hogy abba hagyni a cigizést. Tehát egyszerűen csak így van, hogy quit smoking. Nincsen már vonzata, nem kell már, hogy from, vagy to, vagy bolből, vagy babbe, nem kell már semmi rag. Egyszerűen csak quit valami. Oké, tehát ezt is tudnotok kell, hogy a quitnek Nincsen különösebben más vonzata, egyszerűen csak quit plus és, és a főnév, hogy, hogy mit. Oké, okay? amiből viszont az következik, hogy általában, hogyha ige jön a quit után, akkor az azt jelenti, hogy inges alakba tesszük. De ez a magyarázata, hogy miért. Oké, okay? hogyha valaki ugye kíváncsi rá, egyébként azt annyit is meg lehet tanulni, hogy quit plusz inges alak, hogyha ige. Oké? Okay. Tehát quit smoking, és így áll össze a mondat. De jó, hát mondjuk most kitöröltem már az előzőeket is, de látjátok, hogy mennyi mindent kell tudni? És nyilván, hogyha valaki nem tud valamit, akármelyik pontját is ennek, akkor ugye, akkor ugye hát ott, ott elbukja az ember. És akkor még ráadásul nem is beszéltem egy dologról, ami mondjuk itt adja magát, de lehet azért erre is érdemes, hogyha figyeltek, Figyeljetek a szósorrendre ismét, ez nem kérdés. Ugye? Tehát az, hogy vattal kezdek, az, az, ugye megszoktuk, hogy what are you? Ugye, és így tovább. What are you doing? Akkor ugye ebből az következne, hogy what am I? Ugye, tehát figyeljetek rá, hogy ezek, ezek kérdések, de ez, hogyha megnézitek a mondat végét, ez nem kérdés, ez egy kijelentő mondat kielentő mondat, akkor nem használhatunk kérdő sorrendet. Tehát ezért van így, hogy what I am trying, és nem what am I trying. Oké, okay, lehet, hogy valakinek ez egyértelmű, de azért úgy szoktam mondani, hogy hogy a nyelvvel azért óvatosan kell bánni, és alázatosan, mert lehet, hogy az ember tudja az egyikben, a másikban viszont meg elbukja, tehát semmit ne vegyetek úgy, hogy. Ez megy. Oké, mindenre figyeljetek, addig, amíg tanultok, addig mindent érdemes kétszer átgondolni, azért, hogy rögződjön. Oké, tehát akkor most már tudjuk, hogy ez a mondat hogy áll össze. És akkor itt pedig van egy másik mondatunk, amiben, hát én ezt át is írom most, hogy kicsit egyszerűbbre vegyem, hogy könnyebben lássátok, ezt ki is tőlem. Egyébként itt mindent bármi lehetne, de hogy talán kezdőknek is könnyebb legyen meglátni, hogy a, mi a mondatnak a célja, vagy a valóban a jelentése. Oké, okay, de ide feltolom. In the following sentence, what is the function of can? Ez csak egy puszta kérdés, nincsen, tehát nem folytatódik most a szöveg. A mondat azt jelenti, hogy a következő mondatban, amit nem tudunk, né, tehát most ez csak ki van emelve egy szövegből, a következő mondatban, mi a funkciója a kennek. Na, akkor megint nézzük a mondatot. Megint miből indulunk ki? Onnan indulunk ki, hogy in the following sentence. Hát nyilvánvalóan ez összetartozik, hiszen azt mondja, hogy a következő mondatban. Ez, hogy ide tettük az elejére, ez ugye furcsa lehet, hogy akkor jön a kérdés, hogy de nem azt mondtad be, ahogy előbb a kérdőszó, ha nincs, akkor segédige, Valóban ezt mondtam, viszont ugyanúgy, ahogy, viszont ez már magyarul is igaz, ugyanúgy, ahogy magyarul kihangsúlyozunk valamit, és esetleg a mondat elejére tesszük, még ha nem is oda szoktuk, a kihangsúlyozás miatt angolul is megtörténhet, hogy valamit a mondat elejére tesszünk. Na most ez az in the following sentence, ez nem kötelező ám, hogy itt legyen. Ez nem a mondatunknak a fő része, úgymond. Oké, tehát ez nyugodtan jöhetne ide a végére a mondatunk az ott kezdődik, hogy what is the function? Mi van a funkciója? Ugye, és akkor jelent, ja, hogy mi a funkciója a kennek in the following sentence, a következő mondatban. Tehát ez, ez, hogy most előre lett téve, ez csak egy kihangsúlyozás, de ez, ez nem, a, ez nem a, az eredeti mondat szerkezetünknek a része. Ez nem, nem így kezdődik az eredeti mondatunk. Ezt csak oda tettük az elejére. Ugye, mint amikor azt is tanuljuk, hogy a yesterday a tegnap általában a mondat végére jön, de ha ki akarjuk hangsúlyozni, akkor tehetjük a mondat elejére is, hogy tegnap mit csináltál. Akkor mondhatom azt, hogy yesterday, what did you do? Ugye, tehát. Tehát azzal, azzal nincs gond, csak vegyétek észre, hogy, hogy ez, ez, ez mehetne bárhova is, tehát ez csak ez, ez, nem a, ez nem az igazi mondat kezdésünk, mondjuk így, hogy nem az igazi. Egyébként meg lehet persze mondatot kezdeni így is, de ne ez nem az eredeti. Tehát az eredeti ott kezdődik, hogy what. Aki akkor idáig meg vagyunk, hogy mi, az íz, ugye akkor itt jön, hogy mi van, ugye, tehát akkor megtanultuk, hogy a kérdőszó után a segédige jön, vagy a létige, mi van, The function, a funkciója, és ugye az off az a birtokos, ugye az offról azt azt érdemes tudni, hogy visszafele fordítunk. Tehát általában három tagból áll, ugye egyes, kettes, hármas, van itt birtokos birtok, meg van az off is. Itt figyeljetek rá, hogy magyarul pontosan visszafele fordítjuk. Tehát Először a végéről kezdjük, aztán az off-ot hozzákapcsoljuk, és majd pedig a hármas jön. Tehát például, ha olyanra gondoltok, hogy The Lord of the Rings, akkor ugye a gyűrűk ura, akkor az azt jelenti, hogy akkor a visszafele fordítjuk, a gyűrűknek az ura. Ja, tehát így visszafele megy. Tehát akkor itt is visszafele fordítunk, mégpedig mi a can-nek a funkciója. Tehát így szépen vissza, tehát ez egy birtokos szerkezet az offal. És akkor egyértelmű is a mondat, tehát kivehetjük innen ezt az in the following sentence, oda tesszük a végére, mert ott is tökéletes lenne. Mi a funkciója, vagyis mi a kennek a funkciója, mi van a kennek a funkciója a következő mondatban? következő mondat pedig nincsen, mert ezt csak kiemeltem a szövegből. Úgyhogy remélem, hogy akkor így érthető a mondat. Nyilván ez csak két példa volt a milliomból. Ez azért még kicsit komplikáltabb ettől, viszont nagyon sok ilyet magyarázok el, nagyon sokszor szóba kerül ez, a Patreonon, úgyhogy ha van kedvetek csatlakozni a Patreonon hozzám, és meséken keresztül megnézni hasonló mondatokat, hasonló szerkezeteket, hogy mi miért történik, akkor szeretettel várlak benneteket, szintén belinkelem a, a leírásba a videó alá. Ha van még kérdésetek, jelezzétek kommentben. Bye-bye!